Na csak sziasztok, beköszönök röviden, beszeretnék mutatni valamit, hogy legalább videóból videót csináltam. Hát ez történt a Sony Vegasommal, fogalmam sincs, hogy mit basztam el. Azaz, hogy nem is én basztam el, hanem a kutya. A kutya. Most de itt vannak a nyomai amúgy. Még ezt is szétizélte. Szétdúrta. És rakhatok mindent vissza a helyére. Szóval, hogy ha hihetetlen, vagy ha nem, a kutya itt állt az ablakon, itt leskelődött ki fel az utcára, oké. Én mondom, közben szerkesztettem a videót, és simogattam a lábát, stb. Ugye itt a GoPro raktam át, mert végre elővettem a GoPro-t videózás szempontjából, na mondom, csinálok egy poénos videót, összevágom, faszán nagyon jó lesz. Itt van, ugye? Itt van. Elkezdtem is meg minden. Kutya közben itt bámészkodik, simogatom a lábát, stb. Nem mondom, fölállok már, mert mondom, el kell mennem WC-re, meg becsukom, mondom, közben az ablakot. Ahogy fölálltam, bazd meg, ezzel leugrott. Elkezdett itt ugrani végig, itt, de nem is az a poén, hanem ugye itt elkezdett a billentyűn végig rohant, így, és akkor aztán itt megállt, ugye, és mondta, hogy vegyem le. Levettem, oké. De hát olyan ideg agyfaszt kaptam, hogy mi ez a kutya, bazd meg, hát a billentyűn végig rohan. És olyan gombokat nyomott meg itt, nem tudom, hogy mi van, vissza se tudom állítani a helyre a rendszert, mert az egész rendszer elromlott. Mert ilyen kettős látásom lett a Sony Vegasba, meg amit szerkeztek, az nem szerkesztő, hogy kéne, mert itt valamit össze-vissza elnyomkodott a faszba. És nem tudom bazeg visszaállítani. Úgyhogy szerintem most az lesz, hogy lerendelem így, ahogy ameddig eljutottam. Azt a vége nem lesz megszerkesztve, a vége, hát még a közepén is tartottam, szóval nem lesz megszerkesztve, úgyhogy ne jegyedek meg, hogy az eleje jó, de a vége nem, mert szar. Jó, oké, csak szólok előre, hogy egy poénos videót akartam nektek csinálni végre. Erre fő, bazd meg, a bal szerencse már megint megütött, a kutya végig rohant a billentyűzeten. Komolyan mondom, agyfasz kapok. És ez van, bazd meg, mindig. Tehát mindig, pont amire nem számít, az történik, érted? Húsz percig, bazd meg, mert 15 perces volt a videó. 15 perc volt, mire fölvettem. Oké, fasza, elkezdtem szerkeszteni, 20 percnél tartottam, 20 percig szerkesztettem. Mire a kutya szétbassza az egész művemet, és a több mint a felét még be se tudtam fejezni. Hát itt van, itt mutatja, ennyi lett kész. Itt, ennyi lett kész. Ez meg még mind hátra van itt, ez még mind hátra lenne. A frasba. De le is fogom rendelni. Engem nem érdekel, én nem folytatom. Csak fölidegesítem magamat. Az a baj, ha bezárnám a Sony Vegas, visszaállna minden a helyére, persze. Csak hogy aztán ki az a fülye, aki újra kezdi. Mert én nem. Na. Na nehogy már, ne idegesíts. Bazd meg, most hogy akarom így lerendelni? Nem is enged ez a szar. Várjál, mert egy baj van. Mert ha nem tudom kijelölni, akkor le se tudom így rendelni. Először jelöljük ki. De mi ez az? Ez hülye? Ja, jó, van, már 15 perc. Mondom, bazd meg, egy 15 perces videó lett, mondom, akkor megszerkeztem, stb. Lesz egy 10 perc, 11 maximum. Kutya billentyű! Az lesz a címe. Már csak azért is. És akkor legalább mindenki tudja, hogy miről van szó. És akkor majd látjátok, hogy mi ez a kutya billentyű, és akkor, ez a hülye videó, amit elbaszott a kutya. Na, és akkor ezt mindenki tudja majd. Hú, de fölidegesítettem magamat. És bazd meg, érted, az ember 15 perc alatt fölvesz egy videót, aztán leül szerkeszteni, 20 percnél tart, tehát még az több mint a fele még hátra van. És a kutya belerohan a billentyűbe. Jó, mondjuk én voltam a hülye, mert főraktam, de hát fő szoktam ide rakni az ablakba, mert szeret bámészkodni. Pont tegnap volt erről egy videó, hogy a kutya nem olyan hülye, hogy kirohan, lerohan, meg izé. Hát most valami beleütött, de tudja amúgy, hogy róla van szó. Összehúzza a fülét, farkát. Nem ismer rám nézni, tudja, hogy róla van szó. Tudja, hogy bűnös. Hát de tényleg fölülök innen, bazd meg, az meg mert ugye itt így volt. És akkor, hát ez elindult, elrohant, mert azt hitt, hogy el fogok menni, vagy valami. És akkor megijedt, hogy egyedül maradt. Tudjám, hogy bűnös. Tudjám, mit csináltál? Szégyed magad. Igen.
Helyedre. Helyedre, mert bűnös vagy. Igen. Szia, szia. Kifele a helyedre gyorsan, hát mit gondolsz te magadról? Szétrúmítod a helyemet, az izémet, a dolgomat. Oda, szépen, oda. Oda fekszik, helyedre. Igen. Bűnhődjé. Igen, rosszat csináltál, nézőkkel kibasztál meg velem. A nézők nem tudnak szórakozni, én meg fődegesítettem magamat. Kész. Na, közben itt van még a konyha közepén a kuka, mert mindig nem tudtam kivinni a szemetet, ugye? Mert pont az előtti videóban volt egy olyan, hogy összekészítettem a szemetet, ugye itt van a többi része. Ugye itt az előszoba közepén a szemét, ugye? És én ahogy befejeztem a videót, leültem a gép elé, mondom, akkor szerkeztem a videót. Erre főbb bazd meg. Tehát most legalább ki fogom tudni vinni a szemetet hamarabb. Ha mindegy. Most csak ez egy ilyen stresszoldó volt, hogy tudjátok, hogy mégis miért lesz ilyen szar az a videó, amit majd mindjárt feltöltök YouTube-ra, majd ha egyszer kész lesz, de ez most hamarabb fönt lesz, mint a másik nyilván. Mert ugye ezt mondtam pont, így legalább látjátok, hogy most, amit most veszek, és amit most szerkeztek, 10%-nál tart. És jóval ezelőtt vettem föl azt a felvételt, és az még mindig csak szerkesztődik, ezt meg most veszem föl, és mindjárt kattintok egy stopra, és már fönt is van. Tehát ez nyilván hamarabb fönt lesz, mint a GoPro-s felvétel. Az a lényeg. Meg hogy tapadjon a bélyeg, úgyhogy ennyi van, és szerintem le is fekszek aludni a gecibe a picsába, mert most már főbasztam magamat idegileg. Úgyhogy sziasztok!